Köszöntöm nézőinket, önök a Bonyhádi Naplót látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Bukovinai találkozások minden készen áll a fesztiválhoz. Néhány év alatt valóságos mozgalommá vált a Mozdulj Bonyhád névre keresztelt sportrendezvény sorozat. Tartalmasan telik a nyaruk azoknak a gyerekeknek, akik a Völgységi Múzeum táboraiban vesznek részt. Meglepetés kirándulás a bonyhádi időseknek. 34. alkalommal tartják meg idén augusztus első hétvégén a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivált. Az események fő hazai helyszíne ezúttal is Bonyhád lesz. Augusztus 4-én kezdődik az idei Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál. A háromnapos rendezvénysorozat főhelyszíne ezúttal is Bonyhád lesz. Az előkészítő munka gőzerővel hónapok óta folyik, mostanra pedig minden összeállt. Városunkban augusztus első hétvégén kerül megrendezésre hagyományosan, immár 34. alkalommal a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál, így lesz ez az idén is. Előkészítő munkák, a szervezés már hosszú hónapokkal megelőzi ezt a hétvégét, hiszen 5 országból várunk 36 fellépőt erre az eseményre. Talán ilyen sokan még soha nem jöttek el a magyarországi bonyhádi helyszínre a fesztivál alkalmából, erre különösen büszkék vagyunk. Más egy picit abban is ez a fesztivál, hogy a Székely Szövetség mellett és a város segítő közreműködése mellett idén a Magyarság Háza is főszervezőként belépett a fesztivál szervezésébe. Ez igen nagy könnyebbség számunkra, és az is nagyon fontos, hogy közel 100 önkéntes segíti a fesztivál sikeres megrendezését, úgyhogy bízom benne, hogy minden készen áll majd ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát ezen a hétvégén. A fő helyszíne a művelődési ház mögötti, nemrégen felújított rendezvénytér lesz. Ott már egy nappal a kezdés előtt, augusztus 3-án csütörtökön elkezdenek a szakemberek dolgozni. A parkoló lezárásra kerül, föl kell építeni azt a sátrat, ami a több száz vendéget fogadja majd az étkezések során, és a gasztroudvar kialakítása is megkezdődik. Magára a fesztivál programjaira itt Bonyhádon pénteken, illetve szombaton 4-én és 5-én kerül sor. Pénteken 16 órakor a Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével kezdődik a fesztivál, majd 17 órakor itt a rendezvénytéren, a szabadtéri színpadon a hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a műsor, ezt követően a folklor műsorra kerül sor. Nagyon sok népdalkör, illetve néptánc együttes lép fel. Az említett nagyon nagy jelenkezés és érdeklődés miatt már pénteken is megkezdjük a fesztivál műsorát, nem csak szombaton lehet majd látni a fellépőket, ezért már péntektől a kezdéstől várunk mindenkit szeretettel. Pénteken az érteklődők mindjárt 15 fellépő csoportot láthatnak, szombaton pedig további 21-et. Ezek már a hagyományos szombati menettánc tavalyi felvételei. Ilyenkor több száz népviseletbe öltözött hagyományőrző vonul fel Bonyhád belvárosában. Idén sem lesz ez másként. A 34. alkalommal megrendezendő bukovinai találkozások főhelyszínére ugyanis minden korábbinál több, 5 ország 36 csoportja fogadta el a meghívást. Szombaton délután 16 órakor idén a Percel Kúriától kezdődik a menettánc, és tart egészen ide a rendezvény színhelyéig. És ezt követően folytatódik ugyanúgy a fesztivál műsora egészen késő éjszakáig, hiszen nagyon ritkán tartják be a fellépő csoportok azokat az időpontokat, amit szabunk a fellépések során. Nem is lehet ezt szigorúan elvárni, hogy mindenki néhány percben mutassa be azt, amire egész évben készült, hogy a nagy közönségnek bemutathassa a tudását. Nagyon várjuk az eseményt, nagyon régóta dolgozunk rajta, nagyon sokan.
A vendégeket a folklor műsorok mellett szabadtéri kiállítások, a gyerekeket pedig népi játszóház várja majd, és természetesen gasztroélményekkel is készülnek Bonyhádon. Minden egyes fesztivál, a gasztrokulturális élmények is fontosak. Itt is egy olyan széles kínálattal készülünk, ami remélem, hogy mindenkinek az elégedettségére fog szolgálni. Mindenki megkóstolhatja a hagyományos ízeket, a bukovinai székely hagyományos ízeket, hiszen a Kisdorogi Egyesületnek köszönhetően idén is lesz olyan gasztrosátor, ahol ezekben a hagyományos ételekben, például a máli bele lehet kóstolni, de természetesen minden más rendelkezésre fog állni. Én azt gondolom, hogy minden összeállt a sikeres fesztiválnak a megrendezésére, várunk mindenkit szeretettel. A 34. bukovinai találkozások, tehát augusztus 4-e és 6-a között zajlik majd. A hazai rendezvények főhelyszíne pénteken és szombaton, ezúttal is a Völcsék fővárosa Bonyhád lesz. A kísérő rendezvényekre pedig vasárnap a szomszédolás keretében kerül sor. Akkor 8 település várja majd a vendégeket. A programsorozathoz idén Bátaszék, Bonyhád-Varasd, Cikó, Gara, Kakasd, Kégy, Somberek és Tevel is csatlakozott. Egyre népszerűbb a Mozdulj Bonyhád névre keresztelt rendezvénysorozat, aminek keretében a városban működő sportcentrum munkatársai egész nyáron gyerekeknek és családoknak szóló aktív pihenés biztosító rendezvényeket szerveznek. Azt megcsináljátok, leadjátok, már indulhatok is. Sziasztok, gyertek, Mozdulj Bonyhád, jó? Nem volt könnyű teljesíteni a feladatokat és megtalálni az előre elrejtett bójákat a Mozdulj Bonyhád nevű eseménysorozat legutóbbi családoknak szóló programján. A gyerekek, szüleik és nagyszüleik több, mint 150-en vettek részt a délutáni családi sporteseményen. Nincsenek helyezések, mindenki ugyanazt kapja, egy kitűzött műzlit és kapunk innivalót. Lyukaszgatni kell minden állomáson, és így, amikor az elsőnél vagyunk, akkor itt kell egyet, és mindig meg kell keresni a térkép alapján a többit, és lyukasztani kell, ilyen pöttyöket fogunk látni, mert ilyen tűk vannak, és azok így átszúrják, így le tudják ellenőrizni, hogy jót szúrtunk-e, vagy téves búját csináltunk a helyére. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így a természetben ilyen sok dolgot csinálunk, és hogy bójákat keresünk, és hogy ilyen sokat foglalkoznak a Mozdulj Bonyhádosok a természettel, és hogy ilyen sok tök jó dolgot csinálnak. A lassan egy évtizede a helyi önkormányzat által elindított Mozdulj Bonyhád program célja, hogy a fiatalok a nyári szünetben is hasznosan töltsék el a szabadidejüket, ha lehet, sportolással. Van egészen picike, ami az óvodásoknak szóló pálya, a picinke-cinke pálya, itt a játszótér körül, a nagyobbaknak a szajkókószáló pálya, ott már egy kicsit nehezettet pontokkal, tévesztő bójákkal kell megküzdeni a csapatoknak, és természetesen a hagyományos játékainkat, a slackline-t, vagy a quadro horgászatot, vagy a deszkatalp játékot is elhoztuk, amivel várjuk a lelkes résztvevőket, akik azért, ahogy nézem, elég szép számmal jöttek. Természetesen a programok ingyenesek, és minden résztvevő bójakeresős kitűzőt, műzliszeletet és frissítő szörpöt is kap nálunk. El kell mondjam még, hogy maga a rendezvénysorozat egyben egy pontgyűjtő akció is a Bonyhád város iskoláinak és óvodáinak, hiszen a minden egyes résztvevő egy pontot gyűjt a saját leendő osztályának, a leendő óvis csoportjának, és 2024. szeptemberében, amikor az autómentes nap lesz Bonyhádon, akkor kihirdetik, hogy vajon melyik osztály, melyik óvodai csoport gyűjtötte a legtöbb pontot, és természetesen az első három helyezett az pedig autóbuszos kirándulást nyerhet különböző távolságokkal Bonyhád város támogatásában. A rendezvényeket 2018 óta a Városi Sportcentrum munkatársai szervezik, az események száma pedig egyre nő. Idén 13 alkalmat biztosítanak a szakemberek a sportolásra, aktív pihenésre vágyó fiatalok számára. Ezt az önkormányzat hozta létre ezt a programsorozatot, és a célja az, hogy az iskolai közösségeknek, a gyerekeknek, a diákoknak tudjunk egy olyan nyári program lehetőséget biztosítani, amivel egyben a szülőknek is segítünk a nyári szünidei gyermekfelügyeletben. Sportoljanak a gyerekek, mozogjanak, ez a lényeg az egésznek.
a sportcentrum 2018-as megalakítása óta szervezője ennek a programsorozatnak, és évről évre több programot teszünk bele az egész sorozatba. Egyre nő a népszerűsége, és nyilván minden évben az a célunk, hogy kicsit növeljük a résztvevőknek a számát. Idén nyáron még mások mellett kerékpártúra, városi kincskeresés szerepel a tervek között, és egy igazi dunai kenutúrával is készülnek a szervezők. A Mozdulj Bonyhád programsorozat kialakítása a városi, illetve az intézményi költségvetés összetételénél kezdődik. Kell rá biztosítani forrást, összerakjuk a programokat, segítségül hívjuk a helyi egyesületeket, szervezeteket a lebonyolításban, és gyakorlatilag minden évben a könyvfesztiválnak a fesztivál futásával indul ez, az az első programunk, de már túl vagyunk például kerékpártúrán, a sportcentrum által szervezett napközis táborokat is betettük ebbe a programsorozatba. Ennek keretein belül van túránk, illetve foci táborok vannak. Szeretjük, mert igazából azt látjuk, hogy van igény erre. A szülők is vevők rá, illetve a gyerekek is nagyon szeretnek mozogni. Nyilván az időjárás az mindig befolyásolja ezt, hiszen az utóbbi hetek extrém meleg időjárása azért nem mindig kedvez a délelőtti programnak, de én azt gondolom, hogy megint többen vagyunk, mint tavaly voltunk, és gyakorlatilag jövőre még többen leszünk. A Mozdulj Bonyhád nyári rendezvényeire a helyi sportcentrum Facebook oldalán, illetve őket telefonon hívva lehet jelentkezni. Tartalmasan telik a nyaruk azoknak a gyerekeknek, akik a Völgységi Múzeum táboraiban vesznek részt. A fiatalokat a stábunk is meglátogatta. Úgyhogy ha kivágtátok, akkor a következő feladat pedig az lesz, hogy ráhelyezitek középre a deszkára, és körbe rajzoljátok az épületet. Éppen a Völgységi Múzeum épületét formáló fali kulcstartóikat készítik az intézmény nyári napközis táborában résztvevő gyerekek. A kicsik egy héten át tölthetik el így szervezett keretek között a szünidőt. Most vagyunk a második táborában a Völgységi Múzeumnak, és minden egyes napnak egy külön tematikája van. Ugye a hétfői nap a múzeumba töltöttük, akkor volt nemezelés, agyagolás, mindenféle játékok, meglátogattuk a tűzoltó, illetve a Völgységi Múzeumot, sétáltunk egy kicsit a városban, illetve lementünk a pincébe, és volt egy kis sorverseny is, és mindössze ez egyetlen egy napnak a programja volt. Kedden ellátogattunk Sötétvölgyre, felsétáltunk az egyik kilátóra, illetve visszafelé Kakasdon a Makovec Imre tervezte faluházat megtekintettük. Most pedig itt vagyunk a Völgységi Múzeumban, és egy reggel volt egy komposztálásról, egy izgalmas előadásról, a gyerekek megtanulhatták, hogy milyen dolgokat lehet a komposztba tenni, ez hogyan működik pontosan, mi az, amit nem kéne oda tenni. Most pedig egy speciális Völgységi Múzeumot mintázó egyedi kulcstartónak a készítésével foglalatoskodnak. Ezt követően pedig a múzeumban lesznek különféle kódfejtős, régészkedős programok, holnap pedig irány a Pécsváradi vár. Tehát így igyekszünk mindig egy kicsit természettudományos, kicsit figyelemfelkeltő, illetve a történelemre, a történeti múltra, illetve a néprajzra reflektáló programokat szervezni. Minden táborunkban az a közös, hogy rendkívül sok és rendkívül sokféle program van, üres idő az nagyon nincsen. Tehát nem nagyon töltünk időt játszótereken, illetve a múzeum előtt, hanem igyekszünk mindig valamilyen információt adni a gyermekeknek, és hát a második táborunk harmadik napjának a délelőttjén én azt látom, hogy ez egy jó fogadtatásra lehet. Eddig nagyon sok szép, pozitív visszajelzést kaptunk. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy nem az iskolai tudást szeretnénk mindenáron visszakérdezni, hiszen nyári táborról van szó, hanem azt kiegészíteni, de úgy, hogy interaktív formában ismerkedhessenek meg akár a természettudományokkal, akár pedig a hétköznapi dolgokkal, ami sajnos tananyagban nem szerepel, ilyen például az általad említett komposztálás is, de a virágültetéstől elkezdve a virágkoszorú készítés is még a mai program része lesz. A szervezők tehát úgy állítják össze a táborozók heti programját, hogy a gyerekek érdekes módon játékosan jussanak olyan információkhoz, amikre az iskolapadban nem feltétlenül jut idő. Nem egyszerű feladat, de igyekszünk felnőni a kihíváshoz. Ugye ma délután a Pécsi Tudományegyetemnek két kollégája fog ellátogatni hozzánk.
az egyik kollégával egy működő vulkánt fogunk építeni, Pirko Felelvinnel pedig a PTL-nek a Mars járóját fogják kipróbálni a gyerekek távirányítással. Tehát én azt hiszem, hogy ezek olyan elég izgalmas programok, amik így minden korosztálytól az 1-től 99 éves korosztályig mindenkit képesek megszólítani. Én legalábbis nagyon izgatottan várom ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy az ismerettség számít mostanában is, hogy olyan programokat tudjunk a gyerekeknek, ami akár a történelem, a néprajz vagy a természettudományokat érinti, kapcsolati tőkéből építkezünk, de igyekszünk mindig újabb és újabb embereket megismertetni a gyerekekkel, illetve olyan alapanyagokat, amikkel nem találkozhatnak mindig, és hát a természeti környezet meg a völgység megismerése hagyományokkal együtt ez az alapvető feladatunk. Emellett természetesen a múzeumi munka is zajlik, és én biztatok mindenkit, hogy látogasson el a múzeumba, nézze a honlapot, a különféle szociális média oldalainkat lehet követni, és látszik, hogy mindig rendkívül sokféle izgalmas programmal készülünk, és szeretettel várunk mindenkit, hogy látogasson el hozzánk. A Völgységi Múzeum munkatársai az idei szezonban még szerveznek egy tábort, ahova várják a jelentkezőket. Lehetséges jelentkezni, augusztus 2. hetében lesz az utolsó táborunk. Hát sok üres hely már nincsen, szóval bíztatok arra mindenkit, hogy inkább személyesen jöjjön be a múzeumba. Ugye az első táborunknál is egy kicsit túlcsúsztunk a tervezett 15 fős létszámon, most is 19-en vagyunk, eredetileg 15 fősre tervezzük a táborokat, de ilyenkor egy kicsit rugalmasak vagyunk, és hogyha utolsó pillanatban jelentkezik valaki, akkor van még rá lehetőség, hogy így létszámon felül bejelentkezzünk. Illetve hát ezúton szeretném megköszönni a kollégáimnak a munkáját, akik nélkül ezek a táborok nem valósulhatnának meg. Egy táborra tehát még lehet jelentkezni a Völgységi Múzeumban, de érdemes egyénileg is felkeresni a fantasztikus leletanyagot bemutató Bonyhádi intézményt. Idén 5. alkalommal várt a meglepetés kirándulás a szépkorúakat Bonyhádon. Minden esztendőben megrendezik ezt a programot, amit az idősek nagyon várnak és készülnek rá. Most a felújított Percel kúriában tölthették el ezt a kellemes napot, ebéddel, zenével, különböző meglepetésekkel. A bonyhádi idősek egésznapos vendéglátásban részesültek a Percel kúriában. Volt fogadóital már a bejáratnál, házilag készült harapnivalók, sütemények. Játékos feladatok, tombola és meglepetés zsákba macska is volt, ami nagy örömet okozott az időseknek. Nagyon jó a társaság, főnökség is, aranyosak is, az emberek is, szívesen megyek és jól esik minden, amit ott megadnak az embernek. Nekünk ez egy meglepetés volt számunkra. Nem tudtuk, hogy hova megyünk, de nagyon kellemes hely. Szeretek az otthonba járni, megvan a jó társaság, lehet beszélgetni, és szívesen megyek minden nap. Az évek óta visszajáró vendégeknek mindig nagy öröm egy ilyenfajta meglepetés, hiszen sokszor egyhangú napjaikba változatosságot visz. Nagyon fontos ennek a rendezvénynek a programmenete, hiszen nem tudják az idősek, nem mondjuk el nekik, hogy hova szervezzük a kirándulást, tehát nagy meglepetés övezi az egész programunkat. Nagyon várják, nagyon készülnek ezekre a programokra, és nagyon fontos a szervezéskor azt kitaláljuk, hogy olyan helyre vigyük el az időseinket, ahol régebb járhattak, de a felújításokat követően nem biztos, hogy azóta megtekintették ezeket az intézményeket. Ezért esett a választásunk az idén a Percel kúriára, ami gyönyörűen felújításra került, és egy nagyon szép parkosított udvarba tudjuk fogadni az idén a vendégeket. Hálás köszönetünk az igazgató úrnak, aki mindezt a rendelkezésünkre bocsátotta, hogy egy jó kis hangulatos családias napot töltessünk itt az időseinkkel, illetve a fogyatékkal élő gyermekekkel. Hogy mindig úgy készülünk ezekre a rendezvényekre, hogy mi saját magunk készítjük el az ebédet, mi sütünk, tehát a desszertet is a mi kétkezi munkánk által tudjuk a rendelkezésükre bocsátani, és mivel idősekről van szó, nagyon fontosnak tartottuk mindig, minden évben a zsákba macskát, hiszen meglepetés nélkül, ajándék nélkül így nem távoznak a rendezvényekről. Ha körbenéznek az emberek arcain, az a boldogság, az a felszabadultság, hogy kiszabadultak az otthonukból, még az időjárás is már nagyon kedvező volt számunkra, hiszen egy kicsit visszahűlt az idő, és így még jobban élvezhetik a mai napot, amit mi biztosítunk számukra. A zenét a
szintén egy nyugdíjaskorú fiatalember szolgáltatja számunkra, aki nagy örömmel vette a mi meghívásunkat, és nagy örömmel vesz részt minden egyes rendezvényünkön. A Percek Kúriát kinyitották nekünk az itt dolgozók, és rendelkezésünkre bocsátották, hogy megtekinthetjük a Kovács Ferenc bonyhádi híres festőművésznek a képeit. Ő is jelen van ezen a rendezvényen, aki a tárlatvezetést biztosítja a megtekinteni vágyók számára. Nyitva található jelen napon a Felvidékiek Egyesületének a szobája, illetve a Német Nemzetiségi Szoba is, úgyhogy nem csak a szabadság érzetét adjuk, hanem egy kulturális programot is tudunk biztosítani a számukra. A rendezvény részeként még az is egy feladat volt, hogy mindenki mondjon egy dolgot, amit még megtenne. Amire sokan azt válaszolták, hogy a szervezőknek kívánnak jó egészséget, és hogy még sok ilyen programot tartsanak. Számomra nagyon jó érzés, hogy olyan csapatban dolgozok, akik az ötleteimet támogatják, megvalósításban segítenek, és hogy ilyen rendezvényeket tudunk nekik részükre megszervezni. A központ ebben az évben is még számos programmal készül az idősek számára. Akiknek ez nagy örömet jelent, hiszen ebben a korban, főleg akik egyedül élnek, már kevesebbet mozdulnak ki, kevesebbet láthatnak a világból. Ezekkel a lehetőségekkel mindig megismerkedhetnek valami újjal, különböző kulturális programokon vehetnek részt. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!